A keleti városrész összes szelektív szigetének környékén szeméthalmok égtelenkednek. Idén már 13. alkalommal kellett rendet tennie Anetta munkatársainak. A Zemplén Győző utcában éppen ott jártunk, akkor rakott ki egy nő dobozzal együtt egy porszívót. Megkérdeztük tőle, hogy ezt helyesnek látja, akkor ő is úgy gondolta, hogy ez egy helytelen cselekedet, de nem tud mit tenni, ő úgy gondolta. Amúgy mindezt a porszívót legális körülmények között kb. 80 forintért lehetett volna leadni. Sőt, mivel elektronikai hulladék ingyen, tehát gyakorlatilag inkább itt van, mint a környezet. A szelektív szigetek környéke folyamatosan rendezetlen, de a mostani helyzet a szolgáltatót is meglepte. Nem tudom, hogy mi az oka, de a keleti városrész gyakorlatilag minden szelektív szigete úgy néz ki, mint a mögöttem látható szelektív sziget. Akár a Bartók Béla utcáról, akár a Zemplénnek a két szelektív szigetéről beszélünk, vagy említhetném esetleg az Attila utcát is. Most ismét felvesszük a harcot. Az illegális hulladéklerakás a lakókat is zavarja. Ide járok a boltba is, meg ide hordom a hulladékomat, csak nem ezt a hulladéket, amit ide hordanak, és késő délután, meg este is itt vagyok, és nem látom, hogy mikor hozzák ide ezt a hulladékokat, ágyakat, meg ilyen, mik ezek? Rekamék, meg minden izét, cuccokat ide hordanak. A szolgáltató havonta takarítja a szigeteket. A mostani volt a 13. alkalom az idén. Eddig összesen több mint 22 tonnányi szemetet gyűjtöttek be a Netta munkatársai.